Plü, plü, 3425, ha más nem lesz, Super Shop kártya, készpénz matricát gyűjti, zöld gomb, PIN kód, zöld gomb, 4250 forint lesz, százas a visszajáró, köszönöm szépen, jó napot kívánok, plü, plü, Kati, gyere, légy szíves! Elnézést, tessék mondani, itt a sor vége? Igen, mert ilyen országban élünk, tessék nyugodtan elém jönni itt a kutyussal. Nem kutyus, a unokám. Jó, akkor bajusz miatt azt hittem. Gyere, Krisztika, a büdös bácsi előre engedett, gyere. Ó, de büdös. Köszönjük szépen, fuj! Semmiség, így is van drága minden itt, a multik mindent itt tönkre izének, a autófizetők pénzéből, jó Isten, nehogy ma a Szotyi köpje a Viktort. Így van, ahogy tetszik mondani. A Unió meg Amerika is mit művel ittem? Hát most oda bejutott a Ebola. Akkor mégse tiltották ki? Nem, az valami vitaindító, vagy micsoda. Az vitaindító az valami. Mindegy az, mindegy, egy a biztos. Jó, nézzünk itten kifele. Á, nehogy már a Tesco zárja be a semjént. Plü, 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 Super Shop kártya. Kati, gyere, léci megint. Na, melyik sorba álljunk? Mindegy, egyforma csiga mind. Kolj ide. Jaj, nem már! Na, akkor oda! Jaj, de most mi? Jó, tudod mit, én állok, ide te meg Gája, oda, amelyik gyorsabb, abba átállunk, na. Most mi van? Te miért állsz oda, ma miért állsz? Mert itt nincs senki. Persze, mert zárva van, hülyen. Apu! Ez, mi van ebben az ecskóban ez? Kókusz. Nem, hanem milyen néninek van. Tarkabab. Tarkabab? Tarkabab. És akkor hol a szarva? Nincs szarva. De tarka? Igen, tarkabab. Tejet is ad? Nem, ez nem tehén, ez bab. Nem mondja, hogy mu? Nem, mert most kókuszt veszünk. Akkor mi állunk sorba? Mert mások is vesznek. De nekünk üres a kosarunk. Mert nincs kókusz. Ha itt nincs kókusz, akkor miért nem megyünk ki? Nem megyek ki, amíg nincs kókusz. Hát én a múltkor bevásároltam a hétvégén, az pikpakkel menj 8000 forint, pedig hát ugye csak azt vettem, amit kellett. Egy Trinkenwassen sört vettem, meg 5 rút kóvász, chips, meg egy kis pár, ilyen pár darab ilyen villanykörte, pálinkát vettem azt a... Pálinkát azt én is szoktam venni, mert azt mindig felteszem a gáztűz helyre, mert a Orbán mondta, hogy most még lehet pálinkát főzni. Tagadás, nem nagyon íz lett a gyereknek. Én minap akartam venni cigit, aztán mondom, veszek szivart. Ha olyan drága volt, hogy pipa lettem. Hát én megmondok, küldök egy pár SMS-t ebbe a X-Viktorba. Kigyütt... Oda, ja. Ilyen is. Kigyütt a telefonszámla 22000 forint. Aztán, amikor meg a unokámnak beragadtunk egy ilyen nyelv piercinget, vagy mi a bánatot, az is volt egy 20-as, ugye? Hát igen, drága a megélhetés. Most meg állítólag jön a adó a tusfürdőre, meg a szappan. Hát én ilyeneket már régóta nem veszek. Anyu, vegyünk rá gumit! Most nem veszek, fiam. De anya, vegyünk rá gumit! Tedd vissza, az nem rágó. Akkor milyen gumi? Ami a napádra kellett volna. Kati, gyere, léci!
hihetetlen, rosszul tetszett visszaadni. 1000-est adtam, és 600 lenne a visszajáró. Na, hát ez 600. Nem, ez csak 500, még egy 100-ast kérek. Akkor biztos 500 volt a visszajáró. Nem, mert 400-at fizettem, akkor 600 a visszajáró, nem? Kati, gyere, léci! Nem igaz, most minek várjuk? Adjon vissza még egy 100-ast. Jó, hát ez nem úgy, mert ma a blokkot ellenőriztetni kell, meg alá kell iratni. Nem értem, mit mond. Kati, gyere, itt vannak a NAV-tól! Kati, gyere, légy szíves! Bocsánat, erre az uborkára az volt kírva, hogy 150 forint. Nekem a gépben meg 200 forint van kész. Jó, akkor dugja föl magának az uborkáját. Szuper shop kártya, matrica gyűjti. Kati, gyere, léci! Elnézést, már a csokira 320 volt kírva. Jó, nekem meg a gépben 400 van. Akkor tudja, hova tegye a csokiát? Nem lehet, már van ott egy uborka. Én nem tudom, mikor kerülünk sorra, olyan lassú. Mi ilyen országban élünk. Most majd vasárnap bezárják a üzleteket. Ajaj, akkor hogy megyünk ki innen, ha olyan hosszú a sor?